Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttek, alig fértek be a terembe. Néhány praktikus információt mindenképpen az elején el kell mondjak, mert úgy állok, mint tavaly, hogy elfelejtettem, és a szünetben voltam kénytelen pótolni. Az egyik az, hogy akárhányszor itt mi kortárs koncertet rendezünk, az ötös alapítvány áll rendelkezésünkre bocsájt olyan nehezebben beszerezhető hangszereket, mint például az a két tájföldi gong. Így hát most nagyon hálásan köszönöm az ötös alapítványnak a segítséget. A másik dolog, hogy ezt azok számára mondom inkább, akik az előadás sorozatnak, az előadás részén nem voltak itt. A párhuzamos életutak az nem Balogh Máté, Tornyai Péter és Sándor László élete között áll fent, ahogy ezt esetleg lehetett volna érteni a ma este címével kapcsolatban. Egy olyan gondolatom támadt, és ebből csináltam egy három részes előadássorozatot, hogy Tüfály és Bach életében különböző hasonló vagy párhuzamos pontokat lehet találni, ezek felkeltették az érdeklődésemet, és hát erről szóltak az előadások. Persze azt elmondtam akkor is, meg el lehet mondani most is, hogy ha Bach mellé párhuzamot akarunk állítani, akkor nem csak Tüfályt lehet, tulajdonképpen az egész 15. század mellé rakható, és ezt az is bizonyítja, hogy Okegen és Bach között húztak párhuzamot már a 18. század végén. Na most csak néhány szó részben azzal kapcsolatban is, hogy a tavalyi záró eseményt azt úgy szerveztük meg, hogy a darabjaink előtt beszéltünk a művekről, talán akik itt voltak emlékeznek rá, hogy egész komolyan feltártunk belső működéseket, struktúrákat, a kompozíciós munka motivációit. Most ezt nem fogjuk tenni, és hogy miért, erről is mondanék pár szót. Ervin Panofsky-nak van egy tanulmánygyűjteménye, Jelentés a vizuális művészetben címmel, amiben több helyen is feltűnik egy német fogalom, ami úgy hangzik, hogy Kunstwollen. Ezt a Kunstwollen fogalmat ezt nem Panofsky találta ki, hanem egy Alois Regl nevű osztrák művészettörténésztől származik, és hát nem célszerű szó szerint lefordítani, inkább azt lehetne helyette mondani, hogy korszellem. Na most ez a korszellem kifejezés, ez talán jó is lehet, mert Panofsky a következő mondatot írja egy helyen. A Kunstwollennek, mint a művészettudományi megismerés tárgyának nem felel meg semmilyen pszichológiai valóság. Most önök nem látják leírva azt a mondatot, a pszichológiai zárójelbe van téve. Tehát nem felel meg semmilyen valóság, de azon benne a pszichológiai semmiképpen nem. Tehát a Kunstwollen az korszellem és nem korlélek. Tehát nem kor psziché, hanem kor pneuma. Ez azért érdekes, mert tulajdonképpen erre nem maradt idő az előadáson, ez is a párhuzam vonásoknak az egyik témája lehetett volna, hogy Tüfály kortársaként is, és Bach tulajdonképpen majdnem kortársaként élt abban a korban egy nagyon, nagyon fontos és tulajdonképpen a kor szummáját, vagy legalábbis szellemi értelme szummáját megtestesítő gondolkodó. Tüfály esetében ez Nikolaus Kuzánusz volt, Bach esetében pedig Leibniz. Na most, hát ugye ismerte-e Tüfály Kuzánuszt? Ezt nem tudjuk, volt alkalmuk találkozni, méghozzá a bázeli zsinatnak az idejében, ami pár évig tartott, és különböző városokban, nem csak Bázelben folyt. Pontosan ugyanabban az időszakban Kuzán Tüfály pápai kórustag volt. Tehát volt alkalmuk találkozni, mert annyit tudunk, ami biztos, hogy Tüfály könyvtárában nem voltak Kuzánusz művek. De a gondolataival találkozhatott, hát erre konkrétan semmi adat nincsen. A másik kérdés, hogy találkozott-e Tüfály Leon Battista Albertivel, az építésszel. Vele is ugyancsak ugyanebben az időszakban, Firenzében találkozhatott. Akkor egy Charles Wall nevű zenetudós felveti, hogy esetleg Brunelleschivel találkozott-e Tüfály, erre sincsen adat. De most amikor megnézzük a Tüfály zenéit, meg zeneszerzői döntéseit, meg elolvasok a Kuzánusznak az írásait, illetve megnézzük az Albertinek, hát részben az építészeti alkotásait, részben a teoretikus műveit, akkor ott is találhatunk párhuzamokat.
Na most, ha a kunst vollennek a létezését elfogadjuk, akkor az a kérdés, hogy ők ismerték-e egymást, az lényegtelenné válik. Tehát a kunst vollen az azt mondja, hogy az a fajta szellemi inspiráció, ami a kort, meg azt a területet, azt a földrajzi helyet jellemezte, különféle módokon megnyilvánult, és a különféle művészi alkotásokat ugyanez a kunst vollen, hogy úgy mondjam, generálta. Nagyon érdekes egyébként, erről nem beszéltem, de most talán pár szót lehet erről is szólni, hogy Cusanus többször is kiszámolta a világ végét. Mondom, többször is, és más eredményre jutott. Más módszerrel számolt, már egyetemi évei alatt, tehát ilyen 20 éves fiatal emberként foglalkoztatta a dolog, és akkor megjósolt az egyház halálát 1441-re. Aztán kicsit később enyhített a felfogásán, bár mindig elég radikálisan fogalmazott, és állandóan az egyház reformját hirdette, valamint a naptárreformot is hirdette, és hát most már ezt tudjuk, hogy a naptárreformot nem csak azért szorgalmazta Cusanus, hogy a húsvét vasárnapja ne eshessen a tavaszi napi egyenlőség elé, ami ugye szimbolikailag egy nonsens lenne, hanem azért is, hogy tisztában legyünk a helyzetünkkel a nagy időben, tehát hogy most hol vagyunk a világ végéhez képest konkrétan. És a Cusanusnak a második számítása az a végidőket és az utolsó ítéletet az 1700-as évekre tette. De most már utólag visszagondolva tudjuk, hogy akkor volt felvilágosodás, francia forradalom. Nem biztos, hogy ebből messze menő következtetéseket kell levonni. Az minden esetre fontos, hogy ebben az időszakban, a 15. században volt egy határozott ilyen apokaliptikus látásmód, és arra vannak dokumentumok, hogy a kornai gondolkodói észrevették azt, hogy míg ugyanakkor ez a korszak a minden eddigi elképzelhető legnagyobb szellemi műalkotásokat hozza létre, akár a zenében, akár az építészetben, irodalomban, mind a mellett pedig eluralkodott a bűn, soha nem látott mértékben, fenyeget a török Konstantinápoly falainál, az egyház mélyponton van, hát Cusanus még azt is mondja, hogy gyakorlatilag a pápa már az ördög szolgálatában áll szinte. Tehát ezt a fajta ellentmondásosságot, ami jellemzi a 15. századot, ezt ők nem tudták máshogy feloldani, mint az egész rendszernek a tökéletes összeomlása által. Tehát ugye a rendszer nem omlott össze, még mindig fennáll. Itt most bennünket csak az érdekel, hogy például egy olyan fajta zeneszerzői döntés, mint Dufay esetében az, hogy a 40-es és az 50-es években lényegében újraírják az egész Cambrai kóruskönyvet, és újra is. Tehát nem csak újra másolják, hanem új dallamok, illetve új dallamvariánsok is belekerülnek. Hogy bevezetnek egy új Mária ünnepet, ami mintegy megkoronázza az addigi széles körben elterjedt hat Mária ünnepet egy hetedikként. Akkor az, hogy Alberti elkezd középpontosan szimmetrikus templomokat tervezni, mondván, hogy az Isten legtökéletesebb szimbóluma a kör. És akkor az, hogy Cusanus megír egy ilyen művet, mint a tudós tudatlanság. Tehát hogy ezek között is érezhetünk-e valami közös kunstvollent annak ellenére, hogy nem bizonyítható, hogy ők ismerték volna egymás gondolatait. De most hát Panofsky hajlik rá, hogy igen, meg mások is hajlanak rá, hogy igen, meg én is, ugye ki vagyok én ebben a felsorolásban. Viszont ami a ma esét illeti, ugye ma is van egy kunstvollent, tehát ma is van egy korszellem, ami talán kevésbé tudunk körvonalazni, mert lehet, hogy el kell teljen némi idő, hogy tisztán lássuk, hogy ez milyen. Minden esetre itt most élő szerzők lesznek jelen, akiket elvileg meg lehet arról kérdezni, hogy kit ismernek, tehát milyen, kiket olvasnak, milyen gondolkodókat ismernek, kit ismernek a múltból, mert ugye mind a hárman többé-kevésbé ismerik Dufayt, többé-kevésbé ismerik Bachot is, és hát most természetesen úgy válogattuk össze a koncertnek a műsorát, hogy a darabok mögött legalábbis mi tudatában vagyunk ezeknek a szerzőknek a hatásaival. Tehát, hogyha bennünket megkérdeznének arról, hogy gondolkodunk akár az alkotásról, akár a jelenkorszakról, vagy a jelenkorszak gondolkodóiról, akkor erre tudnánk nyilván válaszolni. Ugyanakkor nem egyszer találkoztam zenetudományos konferenciákon az az érdekes gondolattal, hogy a zenetudomány a zeneszerzők saját szóbeli megnyilatkozásait, saját műveiről sem fogadják el feltétlenül készpénznek. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként.
És itt nem arra kell gondolni, amire mondjuk a 19. századból én konkrétan tudok példát, hogy zeneszerző valótlanságokat állított például a saját életrajzi adataiban, meg volt erre az oka. Nem erre kell gondolni, hanem egész egyszerűen az, hogy mi mit mondunk, az sok minden befolyásolhatja. Kinek mondjuk, ki kérdezi, mekkora nyilvánosság előtt szólal meg a dolog. Hát akkor tulajdonképpen mi marad, hogyha egy műalkotást, hogy úgy mondjam, exakt módon meg akarunk közelíteni? És erre azt lehet mondani, hogy a fülünk marad. És milyen érdekes, hogy éppen most zajlik Bali Jánosnak az előadásorozata, aminek az a címe, hogy Másó füle. Hát őt is a fül érdekli, őt is az érdekli, hogy Másó vajon hogy hallgatta a saját darabjait, a Másó korabeli ember hogy hallgatta ezeket a műveket, illetve hogy a mai élő zenehallgató hogy hallgatja például Másót. Tehát igazából csak a fül marad, amire viszont azt lehet mondani, hogy ugye teljesen szubjektív, de hát ez benne a jó. Tehát pont az a fülben a jó, hogy szubjektív, és most erre a szubjektív hallgatásra lesz szükség, most erre a szubjektív zenehallgatásra alapozunk, ezért nem fogunk most beszélni a darabok előtt, mint ahogy ezt tavaly tettük. Egyébként erre másokunk is van, a tavalyi visszajelzések alapján voltak, akik nagyon hálásak voltak azért, hogy a darabokról beszéltünk előtte, és voltak, akik azt mondták, hogy az ő szubjektív hallgatásukat befolyásoltuk azzal, hogy beszéltünk a darabokról előtte. És ez nagyon érdekes, és tényleg elgondolkodható, mert abban a pillanatban, hogy elmondtuk, hogy milyen háttérstruktúra van a darab mögött, betereltük a hallgatóság hallását, illetve fülét egy bizonyos mesdjébe, és nem feltétlenül kell annak abban a mesdjében mozognia. Tehát most erről nem fogunk beszélni. Nem terveztünk egy ilyen szervezett beszélgetést a végén, de ahogy Molnár Szabolcs is mondta, nagyon köszönöm ezt a megjegyzését, hogy a tavalyi koncert az ott maradós koncert volt, mi nem sietünk most a koncert után, örülünk, hogyha elbeszélgetünk önök együttve, hogyha megosztják velünk véleményüket, reakcióikat. Tehát ez egy hagyományos értelemben koncert lesz, két fél idővel, egy szünettel. Az első fél időben 5 mű hangzik el, a második fél időben 6 mű. Azért pár mondatot írtunk a darabokról, tehát gondolom a kezükben van, vagy a közelükben van ez a kis lapocska, itt ebben pár információt azért fognak a darabokról találni. Csak a zárószámokról kell annyit elmondjak, hogy a legvégén Tornyai Péter két kánonja, az én 118. Zsoltár című darabommal összevarva fog elhangozni, tehát tulajdonképpen együtt egy blokkban, oly módon, hogy először elhangzik Tornyai Péter első kánonja, ezt követi a 118. Zsoltár, majd a végén Tornyai Péter második kánonja, mint egy epilógusképpen fogja zárni a koncertet. Szép estét kívánok! Thank you.
Thank you.
keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you? If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for the doubting too. If you can wait and not be tired of waiting, glide about on dealing lies or being hated, don't give way to hating and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, you can bear to hear the truth you are spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, and watch the things you gave your life for broken, and stop and build them up again with worn out tools. If you can make one it on one turn of pitch and toss and blow, and start again with your beginnings, and never breath one word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they're gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither fools nor loving friends can hurt you, if all men come with you, but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, the earth and everything that's in it, and what is more, you'll be a man, my son. Thank you.
Thank you.